minden áldott reggel, álomtól kócos fejjel, kóvágok a térbe, megyek a feketére, szóljál rá, hogyha lassan kész, kótyagos az ész, kotyogósba víz, kell a keser íz. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Passzold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk a kulcsa zárba. Hétfő reggel hétre, berúgó kart a szívre, édes csávos békjó, ócsó kis cappuccino, minden jó, bárcsak megkapnám, zúg a szív csak rám, nyelven bízva bíz, érzem 10-ből 10. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Passzold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. Add azt a kávét, hányszor kell mondjam még, mindjárt elalszom állva. Passzold a presszót, aztán meg minden jót, pörgünk, mint kulcs a zárba. Vendégünk Jobbágy Bence és Méhes Adrián, vagyis a Muriel zenekar. Sziasztok! 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 Ugye az imént hallott dallal, a kávéssal neveztetek a dal. 2020-ba be is kerültetek, szombaton ugye színpadra is álltok majd a válogatóban. De kicsit a dal születéséről meséljetek, hogy hogy is volt ez pontosan, hogy ezt Bencérrel írtad, Adrián? Ki a kávés a bandában, ez a kérdés? Hát nem én. És soha nem iszom kávét, csak nagyon részegen hajnalban. Nem, egyáltalán nem iszom. Szóval úgy született a dal, hogy egy koncert előtt ültem az autóban, és vártam a Bencére, hogy jelenjen meg végre a koncerten. És akkor már talomban volt egy ilyen téma, és akkor elkezdtem írogatni a szöveget, és én általában arról írok, ami történik velünk, meg a zenekarral, ez ilyen bevett szokás volt, és akkor éppen az volt, hogy a Bence sokat foglalkozott a kávéval, egy kicsit profi szinten is, mint hogy csak fogyasztotta. És akkor írtam róla egy ilyen dal, először angolul, és aztán a dal kapcsán fordítottam le, vagy írtuk át közösen tulajdonképpen magyar szövegűre. Hogyha valakiről dalt írnak, szerintem az általában a romantikus hangvételű, nem tudom, mit szóltál ahhoz. Olyat már írtam. De gondolom nem a Bencéről. A Bencéről, igen. Na pont ezt akartam kérdezni, mit szóltál ahhoz, hogy dalt írtak róla, de ezek szerint akkor már volt romantikus dal is róla. Mit szólhat egy múzsa? Zeneileg a te műved egyébként, mert hogy szövegileg ugye megvagyunk. Igen, a gitárt ezt én írtam, meg a refrén dallamot. Tehát ez egy igazi közös dal, ez ilyen 50-50. Na, itt megakadt a fülem azon, hogy ezt most a dal miatt fordítottátok le magyarra. Mennyire volt nehéz? Mert ugye általában ugye angolul egyszerűbben fogalmazunk, vagy sokan azt mondják zenészek, hogy nehéz magyar, nehezebb magyar, jó magyar dalszöveget írni. Szerintem is, ez most meglepően könnyű volt nekem, és azért is maradt meg, illetve amit én írtam első verziót, azt azért rendesen megvágta a Bencet, szóval ő is beleszólt, ezért a szöveg is most először ilyen nagyon közös. Úgyhogy ennyi. Egyébként mióta ketten vagytok, azóta még nagyobb így a közös kohézió és munka kohézió köztetek? Korábban is sokat írtunk így együtt dalokat, és volt ennek egy ilyen menet, hogy ketten összeraktunk egy dalt, és akkor abból csináltunk ilyen rockzenekari dolgot így a próbateremben a többiekkel. Úgyhogy ebből a szempontból nem változott ez meg olyan nagyon, csak most már így nem forgatja magát tovább. És egyébként ugye nem ez az első, nem az, hiszem, hogy ez a második magyar nyelvű dalotok, akkor lehet, hogy most így ezen az irányon maradtok, és most már csak magyar nyelvű dalok fognak születni a jövőben? Nem hiszem, hogy csak magyar nyelvű dalok fognak születni. Én például folyamatosan írok angol dalokat is, de szeretnénk megpróbálni most például összehozni a következő anyagra egy magyar, teljes magyar repertoárt. És most, hogy ezt már a rádióban is elmondtuk, most már a tévében is elmondjuk, most már ehhez tartanunk kell. Igen, most már muszáj lesz megcsinálni. Hogyan készültek a szombat estére? Most persze azon felül, hogy ugye teljesen más, mint mondjuk egy koncertre készülni, ahol mondjuk egy-másfél órás line-upot kell összerakni, itt egy darról van szó. Hogyan lehet erre akár lelkileg felkészülni, hogy tényleg egyből stengben legyen az ember 3 percig? Nekem pont ez segített, ebben ott a hangbeállásnál jöttem rá, hogy ugyanúgy kell elkészülni, mint bármilyen más fellépésre. Hogyha nem tekintünk rá más
megoldás, hogy akkor nincsen plusz stressz, meg nincsen semmi, úgyhogy sehogy. Addig nem találkozunk, úgyhogy majd ott a helyszínen, így biztos jó lesz. Egyébként, amikor megtudtátok, hogy bekerült a dalotok, akkor milyen érzések voltak bennetek? Örültetek neki? Hát ugye nem véletlen adtátok be. Szerintem mindig jó, hogyha az ember egy ilyen versenyhelyzetben találja magát, akkor az azért bármit is mond, mindig csak az az igaz, hogy örült és jó érzés bejutni egy ilyen mezőnyben, de ilyen rengeteg indulóval, vagy után, vagy van egyébként közül. A közülük kedvencetek, vagy akikkel amúgy is jó kapcsolatot ápoltok? Vagy? Én nagyon szeretem a csajokat, a Holy Chicks, igen, és szurkolunk is nekik, meg természetesen Bigának szurkolunk nagyon még. Egyébként, Banda, szinte mit vártok a dalversenytől? Mi az, aminek már örülnétek, amelyik útra mondjuk terelné a zenekart a dal? Rengeteg pénzt, hírnevet. Iszonyú sok rajongót. Ezt mondták a lányok is egyébként. Teljesen furcsa. És nagyon sok rajongót, sok Instagram és Facebook követő. Ez a biznisz, ez ilyen. Tehát itt ezt akarják. Ezen felül egyébként hol hallhatunk titeket majd élőben zenélni? Azon felül, hogy ugye szombaton a dalban felléptek. Hogy néz ki mondjuk a tavasza a zenekarnak? A tavaszunk az úgy néz ki, hogy most megpróbálunk az Európa kiadóval turnézni egyet, és reméljük, hogy összejön. Ehhez kell egy kis jelen káva forrás, meg ilyesmi, de ezen rajta vagyunk, hogyha ez összejön, akkor jól fog kinézni a tavasz. Ha nem, akkor majd átgondoljuk. Na hát hajrá a szombathoz, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.